cél nélkül nem lehet létezni, cél nélkül nem érdemes ezt az egészet csinálni. Tehát nyilván, és itt más lehetőségünk nincsen, mint az, hogy azt célozzuk meg, hogy négy közé jussunk. Tehát egyértelműen ezt szeretnénk. Látni kell azt is, hogy nagyon komoly csapatokkal fogunk találkozni. Látni kell azt is, ugye, hogy azért az Ácsik Szandra nélkül csökkentek a lehetőségeink, főleg támadójátékban. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon szép, nemes, de borzasztó nehéz feladat előtt állunk. Ugye kezdünk Vilcsába, aki most én azt látom, hogy meg azt is gondolom, hogy a világ legerősebb játékos kerete, tehát nyilván itt azért az esélyesség terhe nem fog minket nyomni. Aztán meglátjuk, hogy mennyit játszunk ki abból a kártyából, amit azért tartogatunk nekik, mert azért az itthoni mérkőzésen feltétlenül jó lenne nagyon elégedetlen román arcokat látni, tehát azt nagyon-nagyon szeretném. Aztán szépen lépésről lépésre majd nézzük a feladatainkat, tehát nem gondolom azt, hogy lehet egy olyan kezdésre számítani, mint amit a csoportkörbe csináltunk Volgográdba, hogy ott kiütöttük a Volgográdot, tehát erre nem számítok. Én azt gondolom, hogy egy jó mérkőzéssel, és itt most nem eredményesség szempontjából jó mérkőzés, vagy nem eredmény szempontjából jó mérkőzés, hanem egy ilyen jó szoros mérkőzéssel nagyon-nagyon jól megalapozhatnánk ezt a Bajnokok Ligája középdöntőt a saját magunk számára. Ősz végén szó volt arról is, hogy a szokatlan terhelés miatt eléggé fáradt volt a csapata. Gondolom az EB-n szereplő játékosoknál ez december végére még jobban kijött. Ebből a szempontból mi jellemezte a munkát januárban? És mindenképpen egy kicsit kellett a raktárakat tölteni, tehát nyilván ez is oka volt annak, hogy egy kicsit gyengébben kézzelabdáztunk a bajnoki mérkőzéseinket. Én úgy gondolom, hogy ez holnap csúcsosodni fog a Fehérvár ellen, tehát szerintem nem lesz egy atomkézzelabda, amit előadunk, mert nagyon-nagyon meghajtottam most még tegnap a csapatot, tehát nagyon sokan fáradtságra panaszkodnak. Úgyhogy, de hát mindenképpen muszáj nekünk itt az előttünk álló hétre az, hogy a megfelelő állapotból induljunk, mert különben félő, hogy megint elfogyunk a végére. Én talán ebben várom a legnagyobb előrelépést, hogy ugye megkóstoltuk ezt a fajta terhelést, hogy ebbe azért előrébb kéne, hogy legyünk. Tehát ennek a feldolgozásában, meg elviselésében, tehát mindenképpen jobb fizikai állapotot várok el a csapattól itt majd a középdöntők végére. Tippelj, tutózz és játsz a 6-3.hu tippligáiban, ahol hetente több százezer forint kerül kiosztásra.